Sziasztok, üdvözlök mindenkit, a mai videóban Dr. Doomról lesz szó. Mostanában elég gyakran téma a karakter, ami azért van, mert a szágában van jelenleg egy Kangünk és egy Doomunk, és az ő kapcsolatuk a képregényekben nagyon fontos, és remélni tudom csak, hogy ezt valamennyire adaptálni fogják a mozgóképernyőn is, ugyanis ennek a két gonosz párosnak nagyon érdekes a kapcsolata. A mai teóriát pedig arra alapozom, mi van, ha Dr. Doom itt volt a háttérben, tevékenykedett is. Kezdjük az elején. Doomsday, erről a címről már beszéltem egy videóban, hogy a képregényekben mit jelent Doomsday Run. Egy rejtélyes időutazó után nyomoznak, aki idővonalakat pusztít el, de nem tudják a kilétét. Ez szerintem egy teljesen adaptálható történet lehet. Volt eddig bármilyen utalás Dr. Doomra, talán egy a Lokiban. TVA ugye próbálja elkapni azokat, akik nem felelnek meg az előírásoknak, legalábbis korábban ezt csinálták, és hát általában sikeresen el szokták kapni az ilyeneket, láthattuk Lokin is, hogy meglepődött, legtöbb esetben nem tudnak mit kezdeni az érintettek, hogyha a TVA megjelenik, vagy ha igenis, akkor azt így vagy úgy, de megoldják, és főleg itt arról az időről beszélünk, amikor még a TVA sokkal erőszakosabb volt. Möbius azt mondta Lokinak, hogy kimentek egyszer egy gyerekhez a Fekete tengernél, aki a jövőben 5000 ember haláláért volt felelős. Möbius a gyereket nem tudta lenyesti, nem volt hozzá szíve. A jövőben a gyerek, amikor már felnőtt, megölt két TVA katonát, és ez a TVA régebbi időszakából van, szóval bárki is ez az alany nem gyenge. Most így utólag beleírhatnák, hogy ez nem más volt, mint Dr. Doom. Végül ugye Renslayer volt, aki ezt a kölyköt le tudta nyesni. Ez időben nincs meghatározó, hogy pontosan mikor volt, de akár még lehet, hogy ez a megmaradó által vezette TVA alatt történt. És lehet, hogy meg akarta öletni már gyerekként, mivel tudta annak jövőjét, hogy Dr. Doom le. Nem lehet kizárni azt sem, hogy egy időben a TVA vadászott rá, legalábbis a megmaradó irányítása alatt szerintem biztosan, ugyanis Doommal Kang a hódító igencsak jó kapcsolatot ápolt, és mivel a megmaradó lehet, hogy volt a múltban hódító, sőt biztos, mert ezt ő maga mondta, de ezzel kapcsolatban van rengeteg teória, mindenképp érdemes megnézni, lehet, hogy tudja, hogy Doom átverheti őt, sőt, veszélyt jelenthet rá, ugyanis például a vörös centúriót Dr. Doom fegyverezte fel, könnyen lehet, hogy itt az MCU-ban is volt nekik a múltban valami kapcsolatuk, ami miatt Kang fél tőle. Dr. Doom tervezhet valamit, ugyanis neki lehet, hogy az idők végén lévő kastélyra fáj a foga. De miért is fájna? Térjünk vissza egy kicsit a Loki második évadának a végéhez, ami nem meglepő módon nagyon fontos lesz a szaga hátra lévő részében. Doom hasonló helyről uralkodott a Secret Wars során, mint ahol most Loki tartózkodik, tehát neki lehet, hogy az lesz a terve, hogy valahogy átvegye ott az irányítást, és onnan irányítsa a Battleworldot. A képregényekben ez történt. Ennek már most van valami valóság alapja, ugyanis leakerek szerint Doom a Doomsday-ben arra a helyre fog pályázni, ahol Loki most uralkodik. Nem véletlen, ez tökéletes lehetőség lenne arra, hogy elvarják a TVA-szá. Lehet, hogy Doom Kang-el együtt akarja majd azt a részt megszerezni, sőt, talán a Kang tanács is erre fog pályázni, és a hódító is tudomást szerez róla, és a Kang tanács fog szemben állni Dr. Doom és a hódító párosával, és összecsapnak, majd a végén akár Doom elárulhatja Kang-et is, mert egyedül akarott uralkodni. Legyőzik a tanácsot, Doom pedig kiiktatja a hódítót. Voltak olyan pletykák, hogy a Kang szál részben el lesz varva már a Doomsday-ben, és ez a teória erre alkalmas lehet. Azt biztos, hogy csak az F4-ben fogjuk megtudni, hogy Doomnak eddig milyen szerepe volt, lehet, hogy már a háttérben tevékenykedett, lehet, hogy a TVA most is tud róla, remélem, hogy megmagyarázzák, egy biztos valahogy be kell őt írni a történetbe, és szerintem valahogy összekapcsolják múltbéli eseményekkel, de természetesen ez a teória még nagyon zavaros, ugyanis hát ezt a történetet még a Marvelnek is ki kell dolgozni, de azért jó ötletelgetni. Kommentbe írjátok le, hogy mit gondoltok erről, amit én elmondtam, vagy hogy ti milyen sztorit tudtok elképzelni, hogy majd mi lesz végül. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha tetszett a videó, nyom
nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és nyomjátok be a csengőt is, ugyanis továbbra is pörgünk egész nyáron. Ha úgy érzitek, csatlakozzatok a tagok közé, ahol előre meg lehet nézni a tartalmakat, vagy pedig ha szívesen beszélgetnétek ilyen témákról, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, aminek a linkje a leírásban van. További szép napot, sziasztok!